Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makkói Városi Televízió 18 órai hétfő esti híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Jöjjenek legfontosabb híreink! Kislányok lettek az év első újszülöttjei Makón és Kiszomboron. Botlik Anita, nem csak ünnepekkor segítek a körzetemben élőknek. 11 éves a Makovec Imre által tervezett hagymatikum. Január 1-én picivel hajnali 3 óra után jött a világra kis Gréta Szegeden, akit Makó első újszülöttjeként köszöntött a polgármester és Kovács Sándor települési képviselő. Szintén az év első napján látta meg a napvilágot a kiszombori Árva Viola. A családot Szirbik Imre polgármester a községházán fogadta, a makkói kistérség többcélú társulás elnökével, Farkas Éva Erzsébettel. A vártnál picivel hamarabb, de annál nagyobb szeretetbe érkezett meg Kis Tamás és Kis Ivett első gyermeke Gréta. Január 1-én 3 óra 8 perckor 2500 grammal és 46 cm-re született meg a csecsemő. A terhesség alatt és a szülés közben is minden rendben zajlott, bár utóbbi hosszadalmas volt az édesanyja elmondása szerint, de minden percét élvezte. A család fő a név választásra is kitért. Igazából az első pillanattól fogva, hogy szóba került a gyermekvállalás, ez ugrott be legelőször ez a nevünk, ez a név, és végülis úgy hozta az élet, hogy kislány lett, úgyhogy ezt a nevet tudtuk neki adni. Milyen az itthon töltött idő, mikor jöttetek haza? Elég későn jöttünk haza a kórházból, ugye elsőjén született, és ugye a vasárnap, és pénteken engedtek haza minket, mivel hogy koraszülöttnek számít, és így megfigyelték meg, ugye be is sárgult, kékfény alá tették, és így pénteken érkeztünk haza, de attól függetlenül nagyon jó minden. Szépen eszik, 3 óránként ébred, úgyhogy semmi probléma nincs vele. Az újszülöttet Farkas Éva Erzsébet polgármester és Kovács Sándor települési képviselő köszöntötték, és az ajándék mellett egy egyszeri 150 ezer forintos támogatásban részesítették a családot. Gréta a forgatást végig aludta, és örömmel vette a kezébe a polgármester is, ugyancsak, mint Árva Violát, aki január 1-én 11 óra 40 perckor született a család 5. gyermekeként. Január 3-ára voltam kiírva. Hát két ünnep közt megviccelt minket, úgyhogy az ügyeletről aztán hazajöttünk, mert meggondolta magát, de aztán elsőjén este úgy döntött, hogy hát mégis kicsi a hely. Farkas Éva Erzsébet a Makói Kistérség többcélú társulás elnökeként 100 ezer forintos támogatásban részesítette a családot, és ajándékkal is kedveskedtek a kislánynak, míg Szirbik Imre polgármester további 20 ezer forintos önkormányzati támogatást biztosított a szülőknek. Nagyon fontos nekünk az, hogy a falu lakossága ne fogyjon el, sőt inkább szaporodjon. Nagy bánatom, hogy valamikor, én 20 éve vagyok most itt képviselő, alpolgármester, polgármester, mikor éppen micsoda, akkor még 4200 körüli volt a lakosságunk. Most úgy számolunk, hogy 3800. Mint megtudtuk a településen, évente 30-35 csecsemű születik, ezért túljelentkezés van a bölcsödébe, amire keresik a megoldást, hogy senki se kelljen elutasítaniuk. Számos fejlesztésre jutott a 2022-es évben Makó városában. A nehéz gazdasági helyzet ellenére szinte mind a 8 körzetben jutott fejlesztésre, valamint a lakosság nagy részét is tudta támogatni az önkormányzat egy átfogó, segítséget nyújtó program keretében. Osztották meg a képviselők az évértékelő beszélgetések alkalmával. Botlik Anita arról is beszámolt, hogy mindemellett ő maga személyesen is sokat segített az 5-ös választókerületben élőknek. Az 5 pontból álló Makó Segít program nem csak a rászorulókat támogatja, hanem minden gyermekre és családra gondol, valamint az időseknek a korábbiaknál magasabb összegű segítséget nyújtott, és az önkormányzat a vállalkozók számára egyedi rezsimentő tervet dolgozott ki. Botlik Anita személyesen 764 nyugdíjasnak osztotta ki a 15 ezer forintos utalványokat, és a karácsonyi időszakban kiemelt figyelmet fordított munkahelyén a Battyányi utcai idős otthon lakóira, akikhez Lázár János is ajándékkal érkezett. A képviselő azt is megosztotta, hogy nem csak ünnepekkor találkozik a körzetében élőkkel. Én magam is szociális szakember vagyok, szociális szférában dolgozom, és én úgy gondoltam, hogy a körzetemben is egy úgynevezett szociális programot elindítok, amely eddig sikeresen is működik 2019 óta. Évente többször is gyümölcsosztás, élelmiszercsomagosztás, húsvétkor, karácsonykor, minden alkalommal
segítem az én körzetemben élő hátrányos helyzetűeket, meglátogatom az egyedülálló szülőket, akik a gyermekeiket egyedül nevelik, és a nehéz helyzetükben a nehéz hétköznapjaikat próbálom egy kicsit színesebbé tenni. Az átfogó 500 millió forintos járdaprogram összesen 1900 négyzetmétert érintett az ötös körzetben. A Dózsatelepen a páros oldal került kivitelezésre. A Vekerle, a Nádasdi, valamint az Aradi utcának a Paraszti és Tököli utcai szakaszát teljes körűen felújították. Ahogyan a város több pontjára, úgy Botlik Anita ütlete alapján a Rádai lakótelepre is került okospad. Emellett a Gerisztesi játszótéren 2022-ben egy 6 kültéri elemből álló fitnessparkot hoztak létre, de más fejlesztésre is jutott. Lehetőségem volt, hogy a körzetemben 60 darab világító lámpatestet kicseréljünk modern korszerűre, ledes világításra. Ezek az érintett szakaszok a Szigligeti utca, a Verebes utca, a Hédervári utca és a Béke utcát érintik jelenleg, amit majd remélem, hogy a jövőben, hogyha lesz pályázati forrás rá, akkor tudjuk tovább bővíteni a körzetben a közvilágítás fejlesztését. Azt is megtudtuk, hogy a választókerületben rendszeresek a közösségi megmozdulások. Számos alkalommal társadalmi munka keretében szépítik környezetüket az ott lakók. A teljes beszélgetést híradónk után láthatják. A fürdőzőkkel együtt közösen ünnepelték meg a Hagymatikom 11 éves születésnapját a hétvégén. A jeles eseményen fellépett Jahó énekes, valamint Szilágyi Anna Mária és Gömöri Krisztián, a Szegedi Nemzeti Színház művészei szórakoztatták a kikapcsolódni vágyókat műsorukkal. A szervezők a korábbi évekhez hasonlóan most is gondoltak a kicsikre és nagyokra egyaránt a változatos és színes programokkal, így mindenki megtalálta a hozzáillő kikapcsolódási formát. Makovec Imre, Kossuth és Éből Miklós díjas építész tervezte a Hagymatikomot, amely 2012-ben nyitotta meg kapuit a kikapcsolódni vágyók előtt. Mint minden évben, úgy idén is készültek a szervezők, hogy a vendégekkel együtt éljék át az ünnepi hangulatot. Próbáltunk egy édességelemmel készülni, ez volt már korábban grillázs is, vagy torta, muffin, most pedig Ferrero tornyat állítottunk fel két részletben, és a köszöntő után ezt közösen elfogyasztjuk a vendégnékkel, több mint 500 darab van feltálalva, és utána pedig kezdetét veszik a klasszikus zenei programok, így például érkezik hozzánk a tehetségkutatókból megismert Feng Yao, valamint a Szegedi Nemzeti Színház két művésze, Gömöri Krisztián, illetve Szilágyi Anna Mária, akik kiváló hangulatot varázsolnak, az operett és a musical jegyében állították össze a repertoárjukat. Az eseményre ellátogatott Farkas Éva Erzsébet polgármester is, aki köszöntötte a fürdőzőket. Beszédében megemlékezett a mesterről, aki megalkotta a fürdők templomát. Továbbá köszönetet mondott a komplexumban dolgozóknak, és jó kívánságaival zárta gondolatait. Gratulálunk a 11 éves fürdőnek, gyermekünknek, ha lehet így mondani. További gyarapodást kívánunk neki, és természetesen a Jóisten áldását kérjük a további növekedéshez, egyrészt az itt dolgozók további szolgálatáért, munkáért, önökért, akik oly gyakran ellátogatnak ide hozzánk, az önök családtagjaiért. Isten éltesse tehát a Hagymatikum gyógyfürdőt, Isten éltesse önöket és a további növekedésünket, Isten éltesse Makó városát. I know why they call them wine, land entertainment. I got a life six times on my passport. You think you need it to run? Az ünnepi hangulatot műsorával emelte Feng Yao, aki több tehetségkutató műsorban is feltűnt. Láthattuk a By the Way fiú bandában, valamint szólóban és párjával Békefi Viktória énekessel is. A színes és változatos műsor előtt az énekes elárult a stábunknak, hogy korábban járt már a Hagymavárosban. A Hagymatikumban viszont még nem. Mint mondta, mindenképpen vissza szeretne majd látogatni a fürdőbe a kedvesével. Az előadó megosztotta velünk, hogy milyen dalokat hozott Makóra. A mai az egy kicsikét ilyen rendhagyobb dolog lesz, ugyanis most először sikerült úgy összerakni a műsort, hogy aztán tényleg teljesen színes lesz. Tehát, hogy minden dal egy kicsikét valamiért másabb, és egy olyan ilyen időutazás is lesz benne konkrétan, ami nem annyira jellemző szerintem az előadóknál, mert az van, hogy így meg van egy tematika, van egy kategória, és akkor
abból válogatnak össze dalokat, mivel én voltam többféle műsorban, és többféle dalt énekeltem, amiknek semmi közük nincsen egymáshoz szinte, ezért egy nagyon-nagyon színes műsort sikerült összetenni. Ez természetesen tele van saját dalokkal, feldolgozásokkal, úgyhogy szerintem azért mindenki élvezni fogja. Továbbá felléptek a Szegedi Nemzeti Színház művészei is, Szilágyi Anna Mária és Gömöri Krisztián. Az eseményre az ország számos pontjáról érkeztek vendégek. Voltak köztük olyanok is, akik rendszeres látogatói a komplexumnak. Apátfalváról jöttem, és éves bérletem, minden nap itt vagyok a fürdőben, már most 11 éve, és azóta is járok, mióta megnyílt a fürdő, tehát már régóta itt vagyok a fürdőben. Barátnőkkel vagyunk, délutánig maradunk, szeretnék a műsorokat megnézni, jót fürdőzünk, és ugye megkaptuk az ajándék bombot is. Voltunk akkor is a nővérem lányával, mikor 4 éves, meg 5 éves volt, pezsgőt ittunk, nagyon élveztük az egészet. Most végig tornáztam 8 évesen a tornaórát, mert jártam be tangentorra, iszapkezelésre, masszírozásra, de már nagyon megöregedtem, úgyhogy már nem bírok jönni. Most is a sógornőm meg az öcsém jött el velem, mert én nagyon akartam eljönni, ha esik, ha fúj. Az este folyamán a Molnár és Herman Retro Show gondoskodott a jó hangulatról, valamint elmaradhatatlan volt a habparti, a vízitorna, illetve a szauna szeánszok is. A kicsik pedig a kézműves sarokban kapcsolódhattak ki. Makón az idén a békéért imádkoztak az ökumenikus imahéten, amely többek között azt a célt hivatott szolgálni, hogy a különböző felekezetű gyülekezetek tagjai kapcsolódási pontokat találjanak egymással. Stábunk kint járt azon az eseményen is, amelyen Stefán Zoltán református lelkész hirdetett igét. Pénteken a belvárosi római katolikus templomban imádkoztak az egységért az ökumenikus imahét keretében a baptisták, római és görög katolikusok, reformátusok, valamint evangélikusok. Az igét Stefán Zoltán hirdette, az esemény mottóját alapul véve, amely az Ézsaiás próféta könyvéből vett idézet: tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek igazságra. Jó magam azt az ige helyet kaptam, ahol Jézus arról beszél, hogy tulajdonképpen két része van az embereknek, ami a végítéletet tekinti. Az egyik részéhez azok tartoznak, akik a kegyelem idején, földi életükben Krisztusban bíztak, az ő útján jártak, és gyakorolták a krisztusi szeretetet, azaz cselekedték a jót, és törekedtek a krisztusi igazságra. És ugye Krisztus figyelmeztet, hogy ehhez a csapathoz tartozzunk, ne pedig a másik csoporthoz, akik sajnos kárhozatra jutnak. Erre nézve buzdít bennünket Istenünk igéje, hogy minden időben Jézusra bízzuk magunkat, és valóban az ő országát építsük fele barátaink javára, a szeretetet gyakorolva és Isten dicsőségére. A református lelkész továbbá szót ejtett arról is, hogy milyen jelentőséggel bír az ökumenikus istentisztelet, és ebben a nehéz időben mire kell kiemelt figyelmet fordítanunk. Bár vannak vallási eltérések minden felekezet között, de azt kell, hogy mondjam, hogy Krisztusban egyek vagyunk. Mindennünket egy Jézus, egy hit, egy név, egy keresség egyesít, és nekünk erre a Krisztusra kell mutatni, attól függetlenül, hogy milyen felekezethez tartozunk. Én úgy gondolom, napjainkban különösen is hangsúlyos egy háborús okozta nehéz időkben az, hogy meglássuk a rászorulót, azokat is, akik nem közvetlen környezetünkben vannak, és így tudjuk megélni azt a szeretetet, amit az Úr Jézus is elvár tőlünk. Segítsük, támogassuk a rászorulókat. A szombati zárónapon az evangélikus egyházközösség volt a vendéglátó a baptista egyházközösségben, ahol Pálfai Zoltán római katolikus plébános hirdetett igét. Erről az eseményről keddi híradónkban számolunk be bővebben. Az enyhébb téli hónapok miatt még ilyenkor is találkozhatunk kullancsokkal. A Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya januárban 1 főt regisztrált Lyme-kórral. A megelőzési lehetőségekkel kapcsolatban érdemes felkeresni a házi orvosunkat. Az elmúlt évek enyhe időjárása nagyban hozzájárult a kullancsok átteleléséhez, így szinte az év bármely szakaszában fennállhat a veszélye annak, hogy a természetben járva fertőzött egyeddel találkozunk. Dr. Bosnyákovics Tünde elmondta, többféle megbetegedést is terjeszthetnek a kullancsok, ezekből 2 fajtát külön is kiemelt a szakember. Az egyik a kullancs enkefalitis. Ezt a flavivírusok csoportjába tartozó vírusok okozzák. Ez egy úgynevezett kétfázusi
megbetegedés, tehát ha valaki fertőződik ezzel a kórokozóval, akkor először kialakulnak egy influenza-szerű tünetei. Nagyon sok esetben egyébként itt is van a vége ennek a folyamatnak. Ha valaki nem gyógyul meg, akkor az influenza-szerű tünetek ámulását követően pár napra jelentkeznek az agyhártyagyulladásnak, illetve az agyvelő gyulladásnak a nagyon súlyos idegrendszeri tünetei. Az említett fertőzés ellen létezik védőoltás, ami egy inaktív vírus tartalmazó vakcina. A szakember kiemelte, az ellenanyagot már egy éves kortól be lehet adatni, ami 3 oltásból áll. Felnőtt korban pedig javasolt az ismétlő oltás felvétele. Én azt gondolom, hogy aki sokat tartózkodik a szabadban, rendszeresen túrázik, vagy a munkája miatt nagyon sokat van kitéve kullancsfertőzés esélyének, mindenképpen a foglalkozás egészségügyi orvossal, illetve a házi orvosával egyeztessen az oltásnak a felvételéről. Fontos megjegyezni, a Lyme-kor ellen nincs védőoltás, de gyors felismerés esetén a betegség antibiotikummal gyógyítható. Érdemes tehát a téli séták alkalmával is jelentősen átvizsgálni magunkat, ugyanis egy-egy szabadon hagyott testrészünkön megtelepedhet a vérszívó. Érkezzenek legfontosabb híreink még egyszer röviden. Kislányok lettek az év első újszülöttjei Makón és Kiszomboron. Botlik Anita nem csak ünnepekkor segítek a körzetemben élőknek. 11 éves a Makovec Imre által tervezett hagymatikum. Kedves nézőink, ne felejtjék el, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makó YouTube csatornáján, vagy látogassanak el Facebookos közösségi oldalunkra, illetve weboldalunkra, a www.makotv.hu oldalra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Híradónk után megmutatjuk a holnapi időjárást, majd a Hét híre című hírháttér, valamint a Társalgó című színes kulturális magazinjaink következnek. Műsorra tűztük a Makkói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola karácsonyi koncertjének első részét. Kedves nézőink, ez volt a január 23-ai hétfő esti híradó. Legközelebb holnap jelentkezünk ismét friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is. Én már a búcsúzom önöktől, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!